Kiállítás megnyitó a Pécsi Rácz-Aladár közösségi házban. Kárpátalján született és élt 17 éves koráig az alkotó, aki most a Pécsi Művészeti Karon tanul. Azt mondja, édesanyja most menekült át a háború elől Ukrajnából, de vannak itt még rokonai. Mindenképpen nehéz a helyzetük, de szerintem erősek vagyunk lelkiekben is. Mindenképpen próbálunk a legjobbakat kihozni ebből. Én is úgy élem meg ezt, hogy nem azon gondolkodok, hogy mi lesz, hogy lesz, hogy mi lesz a háza, vagy bármivel, hanem mindenképpen a jövőben koncentrálódik a gondolataim, hogy próbálok a legjobbakra gondolni. Kérdeztük, hogy a háború megjelenhet-e majd a műveiben, ha majd közelebbről látja, hallja Kárpátalján, hogy mi történt. Azt mondja, bár elvontabb stílusban fest, de nem kizárt, hogy a háborús események hatása is bekerülnek majd a képeibe. Ruszin Noémi kiállítását március 25-ig láthatják a Pécsi Rácz-Aladár közösségi házban.